Nagyszerű érzés, amikor visszajelzést kapunk a kedves hallgatóktól. Nem csak a pozitívakra gondolok, hanem a kritikára is, hiszen fontos nekünk az, hogy megkapjuk a megfelelő kritikát is, hiszen így tudjuk csak tovább alakítani a műsorunkat. De nagyon jól esik természetesen, amikor azt mondják, hogy hú, hát ma reggel érződött rajta, hogy jó kedvetek van, hogy jól érzitek magatokat a stúdióban, hogy szívesen csináljátok azt, amit csináltok. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, ha minden alkalommal ez érződne, hogy igen, szívesen csináljuk azt, amit csinálunk. A Mária Rádióban egy olyan közegbe csöppent bele az ember, ahol mindenkinek van feladata, és mindenki érzi azt, hogy fontos, és bármilyen pici feladatot teljesít, itt gondolok az önkéntes társaimére, akik esetleg éppen a recepciónál vannak, vagy csomagolják az újságot. Tehát minden pici feladatnak óriási fontossága van itt a Mária Rádióban, és a itt dolgozók, az itt tevékenykedő emberek az életük célját is megtalálják ezzel, hogy igen, a rádión keresztül egy kicsit missziózni, mert ez az a rádió, missziós is egyben. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok itt ebben a rádióban, és a hallgatóknak is nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy időnként vannak visszajelzések, hogy nem sötétbe tapogatózzunk, hogy nem a semmibe mondjuk azt, amit mondunk, hanem van rá válasz.